Hello mindenki, Miklós vagyok, és ebben a videóban a Top 11 Football Manager nevezetű játékot szeretnék egy bemutatót csinálni, pontosabban egy tippek és trükkök videót, főleg a kezdőbbek számára szeretnék segítséget nyújtani, akik nemrég kezdték a játékot, tehát ez a videó nem feltétlenül azoknak szól, akik már egy ideje nyomják, számukra nem lesz benne semmilyen új információ. Építőjelű kritikákat elfogadok, mivel ezt a videót ki tervezem posztolni a Top 11 Magyarok nevezetű csoportba, és igen, ott bármilyen építőjelű kritikát megfogalmazhatok, én azt szívesen veszem, hogyha esetleg kiadtam volna, vagy elfelejtettem valamit megemlíteni, vagy nem tértem ki egy fontos dologra. Ebben a videóban a különböző menüpontokat fogom felsorolni, azokon belül, hogy mit érdemes és mit nem érdemes csinálni, illetve szó lesz még itt a felső sorról, ahol a tokeneket, különböző pakokat és magát a pénzt láthatjátok. Hát kezdjük is a videót az egyik legfontosabb menüponttal, hanem a legfontosabbal, ez a home menüpont, ez a főképernyő a játéknak. Itt látható a következő meccset, tehát középen az időpont, én nekem holnap éjjel 2 óra 24 perckor lesz meccsem. Az időponton kívül a két csapatot láthatjátok, a két csapat csillagos értékelését, illetve az előző meccsek eredményeit, ugye mind a kettőnknek 5 darab győzelmünk van. Illetve itt lent látható egy felkészültségi szint mérő, ami nekem most jó, és itt le is írja, hogy hogyan lehet ezt a csíkot feljebb tornászni egészen tökéletesre, és ezeket, amiket itt leírnak, megcsináljátok, akkor lehet tökéletes a felkészültségi szintetek. Személy szerint én nem vettem észre túl nagy különbséget a jó és a tökéletes között, lehet, hogy tévedek, viszont a meccseimet általában jó felkészültséggel kezdem meg, és nem látom, mint hogy a hátrány szenvednék ezek miatt. Ugye, hogyha valaki ezt nem értené, akkor lefordítom számukra. Az alsó az, hogy az egyik játékos nincsen a pozíciójában, tehát rosszabbul teljesít. A kezdőcsapat nincsen teljesen kipihenve, ezt ugye 13 ilyen pihenőcsomaggal fel lehet boostolni, illetve nincsenek kiválasztva a különleges posztokra játékosok. Ezekről már később szó lesz, még ezt az ablakot is megnyitom, ahol a csillagokon kívül láthatok egy úgymond csúszkát, 0-tól 100%-ig, ez nincsen kiírva ugye oda, csak én szeretem így beosztani, és akkor itt látszik, hogy a két csapat egymáshoz képest, ugye a védők, a középpályások és a támadó játékosok hogyan oszlanak meg így értékelés szempontjából, illetve itt látható a csapatfelállás. Gondolom, aki elkezdi ezt a játékot, az szereti a focit, és ha valaki szereti a focit, akkor az a felállásokkal tisztában van, de elmondom, mivel ez egy úgymond oktató videó, és szeretném, hogyha mindenről tudnátok. Tehát ezek a számok itt azt jelzik, hogy adott pozícióban hány játékos, ugye 4-2-3-1 formációba megyek, ez azt jelenti, hogy itt 4 van hátul, 2 van előrébb, aztán 3, és akkor 1 van itt elő támadóban. Gyakorlatilag az ellenfélnél is megnézhető ugyanez, úgy ott 4-4-1-1-el megy, itt 4-4-1-1, kész. Igazából ilyen egyszerű, nem is kell túlbonyítani az egészet. Van egy inbox menüpont, ez hívhatnám leveles ládára, de nem az igazából, mert itt csak a különböző értesítéseket kapjuk meg, ahogy most láthatjuk, be is úszott egy. Szerintem kicsit bagos, mert igen, kicsit bagos volt. Itt láthatók az előző hírek, amiket kaptok. Igen, tehát beszoktak úszni a hírek így közben, tehát ez egy kicsit bagos, ezt lehetne majd javítani, vannak értesítések és bejelentések is. És vannak különböző eventek, de arról majd később. Szót kell még ejteni arról, hogy van egy special sponsor nevezetű menüpont, ez gyakorlatilag, én szeretem Season Pass-nak hívni, mert ahogy láthatjátok, elő lehet fizetni 1800 forintért, vagy 1790-et, igazából több mindegy, hogy mondjátok. El lehet fizetni egy ilyen season pass-szerűségre, és előfizetek, akkor több nyereményt kaptok, ahogy láthatjátok. Most, hogy ki mennyire akar erre valódi pénzt költeni, a szívetek jó, ti döntitek el. Nem hiszem, hogy nekem ebbe bele kéne szólnom, és tehetek úgy, ahogy akarjátok. Itt még látható, hogy milyen feladatokat teljesíteni, de ez megint egy másik menüpont már, erről majd később lesz szó, ahogy az itt lévőkről is. Természetesen megtaláljuk az előző meccset, és kaptok kommenteket hozzá, hogy miket kell javítani, vagy mit kell máshogy csinálni.
Második menüpont a squad menüpont, itt láthatók a játékosaitok, és itt lehet a felállást változtatni, itt megnézhetitek, hogy milyen kondíciójuk van, itt megnézhetitek, hogy a csapatotokhoz képest az ellenfél milyen felállásba megy. Ez a set... mi is pontosan? Elfelejtem, ez a set piece takers menüpont, itt be lehet állítani, hogy kivégezze az adott szituációkat. Ugye itt a két szabadrúgás, itt a szögletrúgás, és a többi lehet csapatkapitányt is hozzáadni. Bár ebben azért nem mennék annyira bele, mert annyira vagyis értek hozzá, nem arról az, hogy nem értek hozzá, csak annyira nincs meg tapasztalatom benne. Illetve itt lehet a csapatmentátást beállítani, hogy néhány játékos játék közben inkább előre, inkább hátrébb húzódó legyen, vagy esetleg neutrális legyen. Különböző taktikákat meg lehet adni. Egy kis információs bár itt oldalt mutatja is, hogy mire való az adott beállítás. Én azt mondom, hogy erről esetleg nézzetek videókat, vagy olvastok fórumokat, én nem szólok bele, hogy hogy állítsátok be, mivel különböző formációkhoz, különböző line-upokhoz különböző beállítások tartoznak, tehát attól, hogy nekem így van beállítva, attól még az más formációval nem biztos, hogy működni fog, tehát ne kopizzátok ki, amit itt csináltam, mert nem biztos, hogy jó lesz. A tréning is nagyon fontos, itt a játékosokat tudjátok edzeni, van itt a fiziócenter, ami egy ilyen összefoglalót ad a játékosnak az állapotáról, illetve van egy kondícióméter is, ami 3 óránként plusz 6% kondíciót ad a játékosoknak, ezt érdemes kiszámolni, illetve egy átlagos csapatkondíciót is ad. Pak költéssel feljebb lehet tornázni, de a pakkokról majd később. Visszatérve az edzésre, ki lehet választani játékosokat, akármennyi játékos, akár az összeset, lehet csak a cseréket, lehet akár csak a főjátékosokat, ki lehet választani, hogy milyen edzést akartok tartani. Azt arra figyeljetek nagyon, hogy van az intenzitás itt, van nagyon könnyű, könnyű, közepes, nehéz és nagyon nehéz. Minél nagyobb az intenzitás, annál jobban fel, ezt be is mutatom, behúzok mondjuk 6 darab easy-t, az ugye 9%, de például ugyanebbe behúzok 6 darab nagyon nehezet, tehát 6 darab very hard, ez már 22% mínuszba, és erre figyelni kell azért, hogy a játékosok ne legyenek túl fáradtak, mert akkor nem játszanak olyan jól. Még arra kell figyelni, hogy ugye itt írja mindegyik edzés típus, hogy miket fejlesztenek az adott játékosok, nem is nem az adott játékosnak, bármilyen játékosnak, akit betettek, és ugye ezek a... Hát ezeket fejlesztik, most nem tudok mit mondani, nem tudok többet mondani. Szintlépéssel, ugye van egy kis szintmérő, szintlépésekkel tudtok különböző edzésterveket kioldani, illetve azokat fejleszteni, mert minél fejlettebb, annál több bónuszt ad. Van egy gyors tréning, és arra előre meghatározott be van állítva, rámegyek mondjuk a hardra, kiválasztom, és ugye itt 4-et megad. Nem kell az összeset kitölteni, elég csak 4-et, hogyha úgy van, de ajánlott azért mind a 6-tal játszani. Na most gyorsan nyomok egy unselectet, mert ki volt az összes válaszon, mindegy, várjál. Na így, csak elfelejtettem rákattintani. Ezeket is kiszelek minden, bár igazából nem fontos. Na mindegy, igen. Vannak bónuszok is. Na, ezek a bónuszok arra valóak, hogy mikor néztek egy meccset, ez csak akkor működik, ha néztek a meccset. Ha néztek a meccset, rá lehet kattintani az adott bónuszokra, és ez valamennyi százalékot ad. Itt írja fönt is, hogy egy csapatbónuszt nyerhettek úgy, hogy különböző edzés sessionöket csináltok, és minden nap 2%-kal csökkennek ezek a bónuszok, szóval fontos, hogy minden nap edzetek. 10% a maximum, rákattintotok, akkor ha jól tudom 15% bónuszt ad, nem is 20-at, 8%-nál 12-t, 6%-nál 9-et is így tovább lefele, meg lehet hívni egy coachot is, ami igazából annyit tesz, hogy kétszer nagyobb csapatbónuszt ad, mint normális esetben, ez 20 token, 24 órán keresztül tart, nem ajánlom, hogy ezt csináljátok, mert szerintem annyira nem fontos. Itt pedig megtalálható az, hogy hogyan edzettétek a játékosaitokat, és ennyi. És megtalálható, és megismételtetek az edzést újra, befejeztetek egy edzést, akkor ugye vissza fognak ugrani ezek az edzéstervek, ilyen vissza fognak ugrani nullára, és ha nem akarjátok körülbeállítani a játékosokat, illetve az edzésterveket, akkor innen a Reports menüpontból tudjátok megismételni.
Aztán megint egy fontos menüpont, ezek a... Itt lehet játékos vásárolni az aukcióknál. Itt fontos, hogy csak úgy lehet játékos vásárolni, hogy fogadtok, és amelyikőtök nyeri az aukciót, az kapja meg a játékost. Egy titkos dologról szeretnék beszélni most, ami annyira nem biztos, hogy ismert. Tehát még a közepes tudásra rendelkező játékosoknak sem biztos, hogy ismert. Lehet, hogy igen, nem biztos, csak mondtam valamit. Vannak az úgynevezett fast trainerek, nem tudok erre magyar kifejezést mondani, max a gyors tanulók, hogyha nagyon le akarom fordítani. Ezek a típusú játékosok 18 és 20... Na várjatok, 18... Jó, 18 és 20 között mondom, mert az biztos. Tehát e között az életkor között találhatók játékosok, akik kétszer gyorsabban felülnek, mint a normál, és ezeket ki lehet szűrni. Nem minden 18 és 20 éves játékos gyors tanuló. Erre van egy külön egy módszer, de ez az interneten fönn van, ez nem értek sajnos. Itt van, hogy mennyit kell fizetni pénzben, mennyi a csillag, tehát mennyi a... na, milyen minősége van, különleges képesség, erről még nem beszéltem, különleges képesség igazából az, hogy a játékosnak van egy különleges képessége, igen, ezt nagyon jól elmondtam, ugye, hát annyira logikus dolgokat mondok, hogy ez nem igaz. Itt van a kora, illetve itt vannak a pozíciók, amiben játszik. Az még fontos megemlíteni, hogy 34 éves korukig, 32 és 34 éves kor között vonulnak ki a csapatotokból, tehát akkor vonulnak nyugdíjba. Arra figyelni kell, hogy mindig legyen fiatal utánpótlás, mert előfordulhat az is, hogy nincs elég utánpótlása, a csapatotok nagy része egyszerűen csak nyugdíjba megy, kivonul, és nem lesz több játékosotok. Erre nagyon figyelni kell, illetve arra is, hogy mindegy, hogy milyen játékos vesznek, egy darab tokent minden esetben költeni kell, ez a különleges fizetőegysége a játéknak a pénz mellett. A scouting menüpontban különleges játékosokat találhatok, ezek különleges képességű játékosok, nagyon drágák, ahogy láthatjátok, mert fiatalok és a szintetekhez képest elég erősek. Azt még említem, hogy minden szintlépésnél egy csillagot esik a játékosnak a kvalitiá, nem teszem be magyarul a szót, de mindegy, a minősége, igen, tehát mindig egy csillagot esik, ahogy lépkedtek fel a szintet, és minden ilyen különleges játékosnak van egy különleges képessége is, és marha drágák, úgyhogy láthatjátok 69 zseton vagy token, elmondom később, hogy a token az miért ennyire értékes fizetőeszköz. Van a tárgyalós menüpont, na itt a játék három darab játékost kínál föl nektek. Az első az elég olcsó, tehát 10-valahány tokent kell fizetni, a vége viszont már drága, az már több mint 50 vagy akár 60. Ez is különleges játékosok, akiket ajánl a játék, hogy vegyétek meg, és akkor velük nagyon nagy dolgokat érhettük el. Az assistant menüpont pedig, hát figyelj, ez egy olyan menüpont, ahol tudtok különböző játékosokat venni ugyanúgy. Ez egy ajánlás. És itt megadja, az asszisztens megadja, hogy kéne a legjobb. Ugye itt láthatjátok az ellenfélnek a támadóját. Most arra vagyok kíváncsi. Jó, semmi igazából. Tehát, hogy ha jól tudom, akkor ezek a játékosok, amiket itt láthat. Ja nem, jó, semmi. Tehát ez egy picit az újdonság, ez a menüpont, nekem annyit nem foglalkoztam vele. Tehát igen, tehát erről nem beszélünk most, mert az baj, erről is sok információ, bocsánat srácok ezért az egészért, ezt ugorjuk át. És most beszélünk a Youth Academy-ről. Ez egy a Youth Academy az egy gyakorlatilag egy tehetséggondozó program, ahol láthatjátok is, két darab tehetség van most bent a akadémiába. Négy csillagot annyira nem mondanám tehetségesnek, viszont nagyon fiatalok és rengeteg ideig lehet használni őket. Hát gyakorlatilag 12, sőt 14, kb. 14 és 16 szezon között lehet ezeket a játékosokat használni, és csak rajtatok múlik, hogy mennyire edzitek ki őket. Itt lehet beállítani azt, hogy milyen játékos, milyen posztú játékosra fókuszáljon a keresőprogram, és van egy szabályleírás, hogy hogy működik ez az egész.
gyakorlatilag majdnem lefordítva az elejétől, a szezon harmadik napján megérkeznek az új játékosok ebbe a centrumba, ami nektek van, és a legkésőbb a hetedik nap végéig tudjátok őket a csapatotokba betenni, és ugye 8. naptól kezdve új játékosokat kaptok, és lehet különböző edzőket hozzájuk írni, hogy gyorsabban fejlődjenek, és illetve 8. naptól egészen a következő 3. napjáig keresnek új fiatal játékosokat, illetve itt van az első nap maga. Igen. Tehát azt mondja, hogy a következő szezon kezdetekor fiatal játékosok gyakorlatilag a kezdő szettetekbe vándorolnak, és ezeket ingyen alá lehet írni, és nem fognak csillagot veszíteni. Ez maga a fordítás, egy picit magyarosan, lehet, hogy nem sok értelmét láttátok, ahogy elmondtam, de gyakorlatilag ez van. És még egy dolog, edzőt hozzá lehet adni, hogy gyorsabban fejlődjenek a játékosok. Itt láthatjátok, hogy mennyibe kerül. Ezzel gyakorlatilag 6 csillagossal lehet varázsolni. 177 rest pack, 33 motivációs, 99 ilyen treatment packbe kerül. Na most, hogy ez megéri vagy nem éri meg, ezzel megint nem mennék bele, mert nagyon drága, ahogy láthatjátok. Azért ezeket a pakkokat nehéz szerezni. Később elmondom, hogy hogy, de nehéz szerezni. Ezt mindenki saját felelősséggel csinálja. Ahogy láthatjátok, azért sokat dob is egy nagyon jó kezdő játékost behúzni, és aztán aláírni a csapatotokba. Abban nem vagyok biztos, hogy teljesen ingyen van-e, abban sem vagyok biztos benne, mennyi tokenbe kerül. Ezt a menüpontot már régen használtam, de ami biztos, itt tudjátok. Aha, igen. Tehát van egy ilyen ability coach is, amivel egy különleges képességet lehet szerezni. És itt vannak az olcsóbb coachok is. Igazság szerint a különbség az a kettőjük között, hogy ezek tokenbe és a sima respakkokba kerülnek. Ezek egy különleges ajánlatok, ahogy láthatjátok, és ezt egy napos tréning, tehát ezt minden nap tudjátok használni, és igen, ez sokat dob rajta, de nagyon drága, tehát saját felelősségre. És igen, itt láthatjátok a másik játékost is, egy kicsit gyengébb. Amellett meg láthatjátok itt a különböző képességeket, hát képességek, most 187 magas, 82 kiló, mind a két lábbal tud rúgni, milyen nemzetiségű. Tudjátok, na, értitek. Következő az a naptár, itt láthatjátok, hogy mikor játszotok, kivel és mikor. Itt oldalt láthatjátok, hogy milyen pályakörülmények uralkodnak. A nagyon forró és a nagyon hideg kivesz a játékosabb, egy kicsit többet kell mozogniuk, gyorsabban fáradnak. A sima napos idő a legjobb, mert akkor ideális a játékosok fáradása, illetve van az eső, ami ugyanúgy egy picit nehézséget nyújt a játékosnak. Itt egy elsőbe könnyebben elcsúszhatnak, könnyebben szerezhetnek sérülést. Itt vannak a barátoknak a meccsei, illetve itt található, hogy ki játszik most, hát jelleg senki. Itt van a liga, ami gyakorlatilag szerintem én a legfontosabbnak mondom ezt, az első négy bejut a bajnokok ligájába, a következő négy pedig, ezt mindjárt megnézem pontosan, ha van valami leírásról, de nincs leírásról, nem akarok butaságot mondani, azért nem merek semmit se kijelenteni. Szóval haladjunk tovább. Itt ugye az első 8 kap pénzdíjat, úgy láthatjátok a különböző pénzdíjakat, az első 112 milliót kap, egy 852-t, és minden meccsen 1,34 milliót kaptok, ami egy egész szép összeg szerintem. Bár az én szintemhez képest az, aki meg 68-as szinten van, és van 6 billió, nem tudom milyen pénze, annak meg nem jó. De gondolom, ahogy mentek a különböző ligákba, és ahogy lépitek fel a szinteket, ugye egyre több lesz a nyeremény is. Csak akkor lenne logikája az egésznek. Itt meg ugye mikor vannak a meccsek, egy kis érdekesség. Bajnokok ligája, amiben csak akkor juttok be, hogyha az első négybe végeztek a bajnokságban. Itt kaptok alapból csapatokat, és ugye a csapatokban jól teljesítetek.
Hát jó, hát most jól teljesítek, most rendesen teljesítek, és nem bukjátok az egészet. Bekerültek a kiütéses rendszerbe, és a kiütéses rendszerben is itt láthatjátok, hogy meccsenként 5,7 millió, 7,4, 9,6, ugye a csapatban, hogyha játszhat, nem a csapatban, de értek a csoportkörben, aztán 8-a döntő, 4-et döntő, vagy mi ez már, na, jó, mindegy, tehát erről most nem beszélünk, és ugye a győztes 21 milliót kap, és ugye itt látható a top játékosok. Itt van még a kupa, az gyakorlatilag ilyen csoport szinten működik, negyed döntő, másoddöntő, vagy középdöntő, döntő, ugye elődöntő, na nem középdöntő, elődöntő. Tehát nyolcad döntő, negyed döntő. Igen, és akkor ugye a végig a döntők el lehet jutni. Én most ugye velük fogok játszani. És itt van a 111 ezeret nyertek pluszba, illetve egy ilyen nagyon szép kis kupát. Ugye, ahogy láthatjátok, a kupa nem igazán ad túl sokat. Ez egy ilyen kis cucc. Ez egy ilyen, ja, egy kis cucc gyakorlatilag. Itt van a különböző eventek, vagy eventek. Van egy ilyen challenge, most, hogy ki tudja a legtöbb gólt rúgni. Ha teljesíted, akkor 10 restpakot és 30% plusz befejező attribútot kaptok. A befejező attribút lefordítva, ez gyakorlatilag a skillekhez hozzáadódik, és a főleg a csatárokhoz, csatárok nagyon jól. És ugye van egy ilyen Champions Tour is, ahol különböző nagy értékű díjakat nyerhettek, ha le tudjátok gyűrni az ellenfelet, így gyakorlatilag a gép magad ellenfeleket, az bizonyos szám, bizonyos csillagú ellenfeleket, hogy ez a te szintedhez képest, csak hogy győzd le őket, ha nem győzöd le, és elbuksz háromszor, akkor vissza lehet csatlakozni, de akkor már csak tokenért. Itt is van a leírás, ha ezt nem bánjátok, akkor nem mutatnám túl sokáig, majd elolvassátok, hogyha úgy van. A különböző asszociációkat láthatjátok itt, nagyon magyarosan mondva, ezek a klubok, normálisan megfogalmazva, be tudtok lépni különböző klubokba, és vannak klubbajnokságok is, és ezekben a bajnokságban vagy turnamentekben tudtok különböző pakkokat nyerni, szerintem ennyi elég is erről, majd erről nem beszélek annyira a résztesen, mert marha hosszú is a videó, ha valami kérdésnek van, akkor írjátok kommentet a videó alá. Itt a klubot ott találhatók, itt leírják, hogy milyen befogadó képesség a stadionnak, mi a nevetek, mi a fanklubotoknak a neve, mikor csatlakoztatok, ilyen meg ilyenek. Itt álltok különböző mezek és emblémák, amiket nyertetek, illetve amiket készítettetek. A szezon statisztika, illetve az all-time statisztika, hát én nem állok olyan jól, de hát volt ennek kiadásom is, tehát nem 2012 óta játszom, tehát akkor kezdtem el, azóta volt a kiadásom, azért csak 11-es szintű. Itt vagyok én, gyönyörű fejemmel, itt vannak a kupák, láthatjátok, hát igen, ilyenkor nem igen játszottam, most amikor volt, például ebben a szezonban például játszottam, 15. szezonban, jó régen volt már az is. Amiben több kupa van, meg ugye hát láthatjátok, hogy nyertem pár dolgot, bár annyit azért mégse. Itt láthatók a nemzetközi kupák, a... Ja igen, ez a barát meghívósdi. Kaphattok különböző diákat, meghívjátok a barátotokat, vagy családtagotokat, kutyátokat, macskátokat. Itt a kitüntetések láthatóak. Megint egy újabb fontos menüpont, a pénz menüpont, és a pénz menüpontnak hívom, mert gyakorlatilag itt pénzről van szó. Leírják a bevételt, illetve a kifizetéseket az egész szezonba, és összefoglalva kiírják, hogy ma, illetve az egész szezonban negatív vagy pozitívba vagytok. Vannak különböző szponzorok, én ezt használom, mert aktív vagyok, tehát attól függően, mennyire vagytok aktívak, ezt ajánlom azoknak, akik nem lépnek be minden nap, megkapjátok a napi egy tokeneteket, mindegy, hogy mennyi. És amikor aláírjátok, akkor kaptok egy tokent, ez 10 napig van. Ez a legjobb amúgy, minden nap, amikor bejelentkeztek, kaptok egyet, illetve egyet az elején, amikor aláírjátok, és hogyha 4 napon keresztül visszajöttök, akkor bónuszba kaptok még egyet, 35-öt lehet összeszedni 7 nap alatt? Nem, az nem igaz. Összesen a szezonban, bárcsak többet lehetne. Itt van ugye a pénzes verzió is,
vagy a cash verzió. 7,42-t kaptok a szezon végéig, ez csak egyszerű kivizetés, nem kell aktívnak lenni, is van ez. Minden nap aláírtok 800 ezres... hát, na... Elfelejtettem, mi a neve, nem áll. Tehát a szponzort aláírtok, és akkor minden nap, és akkor 800 ütél markotokat. 40%-kal többet kaptok, mint hogyha csak a 7,42-eset írnátok alá. Itt vannak még ugye a special szponzorok, illetve beállíthatjátok a jegyeket a különböző meccsetekre, ugye Liga, Bajnokok Ligája, Kupa, illetve a fociklubotokhoz kapcsolódó turnamentek, illetve a barátságos meccsekhez kapcsolódó meccseket, és itt láthatjátok, lehet győzelmi bónuszt adni a játékosoknak, ezzel lehet motiválni őket, vagy ha nem azzal, akkor a pakkokkal, de azokról majd később még mindig. Be lehet állítani, hogy mennyibe kerüljön egy darab jegy. Arra figyeljetek, hogy ne adjatok meg túl magasat, mert akkor nem, az nem elég, hogy nem fogtok elegendő pénzt kapni, nem lesz elég nézőtök, de még a possession bónusz sem kapjátok, meg a possession bónusz az a labdabirtoklási bónusz, amit minden meccsen megkaptok, ha néztek a játékot, illetve ha... na, húzza innen. Ha max nézőtök van, igen. Itt van maga a stadion. Fontos folyamatosan fejleszteni. Én úgy szoktam csinálni, hogy minden felfejlesztek a maximális lehetséges szintre, mondjuk ez pont nem, és utána a stadion fejlesztem. Itt a Orvosi Centerben most 2 nap múlva kapok 4 ilyen piros csomagot, a tréningben 5 új zöld csomagot 2 nap múlva, itt van a hát a Youth Academy-nek, mint azt hiszem a magyar neve, itt vannak a utility-k, amik gyakorlatilag egy ilyen klubmúzeumnak felel, mert tehát a szurkolók költik a pénzt, hogy a különböző merchandisingokra, tehát a különböző klub dolgokra, ebből is lehet pénzt szerezni. A parkolóház, ami gyakorlatilag meghatározza, mennyi nézőt, vagy mindenre fejlettebb, annál több néző lesz. Egy bizonyos szintig persze, itt pedig lehet a stadiont fejleszteni, lehet plusz székeket hozzá, hogy több ember elfeljen, lehet egy ilyen elmélyezőt is betenni, minél modernebb, annál jobb, bár szerintem annyira nincsen jelentőség, itt lehet különböző lámpákat is. Igazán minél több lámpátok van, annál nagyobb típusú meccseket tudtok ebbe a stadionba tartani, és a fontosabb meccsekben, hogyha a stadionotokba tartjátok, és ott nézőtök van, akkor kapjátok a labdabirtoklási bónusz, ami azért szükséges. Éppen gyakorlatilag a focifüvet újítom most föl. Ugye minél jobban fel van újítva, és minél több extra van hozzá, annál kisebb az esélye az, hogy sérülést kapjanak a játékosaitok. Ez megint csak fontos, maga a stadion, ami meghatározza az alapnézőszámot. Rengetegbe kerül, nagyon sok idő az építkezés, ameddig egy építkezés folyik, addig nem lehet újat kezdeni. Igen, elmondtam szerintem erről mindent. Itt vannak ugye a community feed, ami azt jelenti, hogy a Top Eleven ide posztolja ki a különböző híreket, illetve megtalálható még a shop, ahol tokeneket lehet vásárolni, igazi pénzért, illetve különböző pakkokat. Remélem még nem unjátok, mert most elkezdünk beszélni a tokenekről és a pakkokról. Hosszú videó lesz, mert ezt már leírom a kiírásba, és ez egy marha hosszú videó lesz. Minden benne van, amit csak tudok, ha majd kiadtam, akkor bocsánat. Ja, lehet amúgy ilyen giftcardos, beváltós dolgot is csinálni. Beszéljünk a tokenekről. A tokeneket különböző mennyiségű pénzért lehet vásárolni, ami azt jelenti, hogy sokba kerül. 46 token 5 euróért, az marha sok. Szóval, hogyha nem vagytok gazdag, akkor ebben nem menjetek bele. Legfontosabb pakk. A zöld pakkok, a rest pakkok, a pihenős pakkok, a nem tudom, relax pakkok, akárhogy hívhatjátok őket. Ezek a zöld pakkok, amikkel a játékosokat tudjátok pihentetni, és amelyikkel a játékosokat tudjátok edzeni is. Egy különleges módszert, hogy elmondom, vannak morál boosterek, minden nagyobb a morálja a játékosnak, annál jobban játszik, és minden alacsonyabb, annál kevésbé. Így előfordul, hogy egy kis morálos 102%-os csapat kikap egy nagy morálos 90%-os ellen. Nem minden esetben természetesen, de a top 11-ben ez megtörténhet, és a rossz felállással vagytok, és a morális kevés, akkor viszont gyakorlatilag bukjátok az egészet, tehát erre figyeljetek. Treatment pack-ek, amik akkor jók, hogyha lesírul a játékosotok,
akkor ugye nem tud játszani, és sajnos akkor egy új játékos kell a helyre rakni. Ám ezekkel a treatment pack-ekkel, hogyha 4 napig vagy 3 napra lesérül, akkor meg lehet gyorsítani, és elegendőt adtok, akkor le lehet rövidíteni ezt 0 napra, tehát a játékos újra tud játszani, illetve tudtok venni pénzt is. Állítólag a pénzt a legkönnyebb szerezni, viszont hogyha nagyon hiány vagytok a pénznek, akkor ebből be lehet vásárolni. Megemlítem még a telefonos verziót is, ugyanaz, mint a gépes verzió, semmi különbség nincs, az a különbség, a telefonos verzióban tudtok reklámokat nézni, naponta talán 24-25 reklámot, és gyakorlatilag annyi pakkot be tudtok húzni, ez egy jó dolog, és szerintem ez egy olyan dolog, amire szükség van. Tudtok vásárolni még tokenért különböző mezeket, emblémákat, nem ajánlom, nem fontos. Na, akkor hogy is lehet a respekkekkel a játékosokat nyomatni? Hát úgy kérem szépen, hogy kiválasztunk egy darab játékost, mondjuk őt, a drilleket, vagyis az edzésprogramot kiválasztjuk, behúzgáljuk ide, és edzünk. Az edzés során a játékosnak az energia szintje lemegy, egy idő után nem lehet edzeni. Mit csinálunk? Egyszerű, rámegyünk a játékosra, rámegyünk a conditionre, plusz 1-2-3 lérium, amennyi kell, és felbusztoljuk. És újra lehet edzeni, és ezzel a metódussal egy játékos ki lehet power traininggel, ugye az angol power trainingnek mondja, ha tükörfejezésből lefolyt a magyarra, akkor erőtréning, de hát, vagy erőedzés, de hát igazából ez azt jelenti, hogy folyamatosan tudjátok edzeni a játékosokat, és igen, is folyamatosan tudjátok edzeni a játékosokat. És így ennyi. Nem tudom, miről nem beszéltem még. Ja igen, a tokenekre vigyázzatok, bocs. A tokenekre vigyázzatok, mert nem egyszerű szerezni őket. Tehát nem kaptok sokat, és ezt okosan osszátok be. Ahogy a pekeket is okosan osszátok be, mert azért ebből sincsen túl sok. Tehát vannak a napi reklámok, azt nézegethetitek, de ha túlságosan elhasználjátok őket, és kifogytok belőlük, akkor viszont baj van, mert hát nem igazán lehet aztán mit csinálni. Ezt a match reportot talán bemutattam, nem biztos bemutattam még, de itt vannak a bónuszok, látjátok? Na, itt vannak. Ha jelen vagytok, akkor 8%-os tapdebőtoklást kaptok. Itt nem volt jelen, ugye? Vagy jelen volt? Nem tudom pontosan. Hát, nem volt jelen, mert akkor menedzsert írna. 8%-t nekem, és senki nem volt a stadionban benne, az megint elesett egy nagy bónusztól, és is vannak az értékelések a játékosokról. Jó, szerintem mindent elmondtam, és akkor ezt a videót a YouTube-ra, illetve a Topi Level magyar csoportba szeretném kitenni. Ha bármit kérdésre van, írtok kommentet, akár Facebookon, akár YouTube-on, remélem tetszett a videó, és remélem, hogy felvette a hangomat a OBS, hát nagyon remélem, mert szomorú lenne, ha nem vettem volna fel. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, vagy diszlájkoljátok, ahogy akarjátok, és hogyha szeretnétek mi videókat látni, iratkozzatok fel. Én Miklós voltam, ez a videó pedig már ennyi. Sziasztok!